Szép estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök június 2-án csütörtök este a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét láthatják. Adásunkban egy-egy aktuális és fontos témával foglalkozunk bővebben. Tartsanak velünk! Jubileumát ünnepli az ország első néptáncművészeti iskolája. A Kenderke pedagógusai a körzetben élő mintegy 4500 gyermek és felnőtt számára biztosított oktatást az elmúlt 4 évtizedben. A Kenderke célja a magyarság hagyományainak felelevenítése és éltetése. Ezeket az intézmény pedagógusai tanórákon keresztül adják át a fiatalabb generációknak, akik aztán városi vagy akár országos programokon kapnak bemutatkozási lehetőséget. A tanév végéhez közeledve idén is megszervezte évzáró rendezvényét az iskola, ahol a növendékek a vizsgabizottság előtt adnak számot egész éves tudásukról. Többek között a nyílt megmérettetés üzenetéről és az intézmény alapkoncepciójáról is Farkas Emőke, a Kenderke Művészeti Iskola igazgatója beszélt bővebben. Ez egy nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, igazából meg sem tudom mondani számosságában, hogy ez hanyadik ilyen évvégi vizsgálóadásunk. Azt biztosan tudom, hogy mióta iskolaként működünk, azóta ez a 25. tanévzáró vizsga előadás, de hogy már azelőtt is volt anyák napja környékén mindig egy megjelenésünk. Hogyan lehet erre külön készülni? Azért nagyon-nagyon eseménydús nektek egy év, rengeteg bemutatkozási lehetőséggel, nagyon sok fejlesztéssel, tanulással. Hogyan lehet ilyenkor összerakni azt, hogy mindenki meg tudja mutatni a legjobb formáját? Igazából ez a fő megmutatkozása egy kenderkébe járó növendéknek, ami azt jelenti, mikor szeptemberben elkezdjük a munkát, augusztusban megtervezzük, akkor ez a vizsgálóadás áll fókuszban, és ehhez képest igazítjuk a fellépéseket, vagy ehhez képest az idei új koreográfiával tudunk-e megjelenni más rendezvényeken, vagy még a régit kell szinten tartani. Tehát a fókusz nekünk mindig ez a vizsgálóadás, és az azt követően a sokadalom. Ugye hát ezt nyilván a diákoknak nagyon nagy nyomás van, meg nagyon-nagyon készülnek, de talán kevesen gondolják, hogy a legnagyobb nyomás a szervezőkön, tanárokon van, hiszen azért egy ilyen nagy szabású műsort összekoordinálni nem egy napos feladat. Hogy néz ki ilyenkor a stáb, sőt mikortól kezditek már úgy összeállítani a műsorrendet, hogy az a számotokra megfelelő nívót hozza? A terveket azt igazából már az év során télen legkésőbb össze kell állítsuk, hogy mi lesz a koncepció. A koreográfiákat hát legkésőbb télen már úgy kell igazítani, hogy a koncepcióba beilleszkedjen, és tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú munka, de itt a véghajrában, hogy az mennyi időt vesz el, azt megint nem tudom összeszámolni. Igazából nem is azért csináljuk, mert ezt nem lehet munkaórában kifejezni, hanem egyszerűen úgy szívtől szívig kell érjen, és ez nem egy ilyen furcsa, fellengzős mondat, hanem hogy tényleg az van fókuszban, hogy a kicsi gyermek, az, amelyik föllép a színpadra, neki legyen meg a teljességérzése a tőlünk tehetőleg maximálisabb módon. Tehát nem az a fontos, hogy mindent elintéztünk el, most ilyen csúnyán mondva, hanem az, hogy az a gyermek, aki oda fölmegy, az tudja, hogy ő előtte mi történik, ő utána mi történik, ő neki mi a pontos feladata, és a sikerek azok olyan nagy lendületet tudnak adni, hogy ezek a feszültségek, ezek aztán kioldódnak. Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy hány éves kortól illik színpadra vinni a gyerekeket. A pszichológia azt mondja, hogy hát azért óvodás korban mi azt tartjuk, hogy még első-második korban sem feltétlenül kell színpadra vinni egy csoportot, mert akkora stressz. A kisebb gyerekekkel ezért egy olyan nyílt órát csinálunk minden évben, ahol viseletbe bújhatnak, és bemutathatják a kis tudásukat. Akik már olyan komolyabban kacsingatnak a színpad felé, őnekik koreográfia részletük is van legalább, és a szülők úgy tapsolnak, és annyira könnyekig meg vannak hatodva, hogy sokkal többet ad. És ez a kicsiben eljátszása annak, hogy majd mi történik a színpadon. A színpadon pedig minden egyes pillanatban, ha nincs jelen az ember, és azt a pillanatot nem díszíti meg az ő mozdulatával jól, és az ő hangjával, zenei tudásával jól, akkor az a pillanat el van rontva, és már nem tudjuk visszamenőleg kiradírozni. Ez az a pszichológia háttere, amitől azt mondom, hogy a nagyon kicsin gyermekeknek, ha csak nem valami nagy extra tehetség és színpadra született, akkor nem biztos, hogy ezt a stresszt át kell élnie.
és akkor olyan második, harmadik, negyedik osztályban van az a határvonal, amikor őket át lehet segíteni, viszont ehhez nagyon fontosak a nézők, az értő közönség, a lelkes közönség, aki egy olyan visszacsatolást ad, ami szépen le tud rakódni a személyiségbe. És az érdekesség a dolognak az, hogy az önértékelésünk ugye mindig a visszajelzéseken alapszik, de hát mégsem lehetünk függvényei a mások vélemények, de valójában egy kicsit mindannyian azok vagyunk. A mozgáskultúra számos válfaját öleli fel a műhely, így a néptánc, társastánc és modern tánc fortéjait is elsajátíthatják az intézmény növendékei, de a népzene is fontos szerepet játszik az iskola oktatásában. A pedagógusok nagy számban szólítják meg a térség fiatal generációját, nem csak a Székhelyen zajló oktatás során, de kihelyezett programokon is népszerűsítik a tradíciók ápolásának fontosságát. A pandémia lecsengését követően ismét megnőtt az igény a néphagyományőrzésre, így egy eseménydús időszak előtt állnak a kenderkések. Az idei programokat és feladatokat Bánáti Norbert, az intézmény igazgató helyettese ismertette. Talán mondhatnám azt, hogy összművészet, de ha összművészetet mondok, akkor ugye a képzőművészet ilyen formában nem jelenik meg, tehát azt mondom, hogy a tánc és a zene az, ami örökös kölcsönhatásban így megjelenik a mi életünkben. Mind a trombita oldalról ugye a komoly zene, de hogy ugye a furia, a citera, a koboz, az ének oldalról, a tánc mellett ugye a népi vonal, és minden mellett még ugye itt van a modern tánc. Igaz, ebben az évben ugye van ugye társaslánc tanszakunk is, ők idejében sajnos pedagógus ilyen miatt nem tudtunk indítani, de a célunk az, hogy a következő évben azért ez legyen. Tehát, hogy ez a több művészet hogyan tud egy színpadon megjelenni, ennek lesz ékes példája most itt ez a mai vizsgálőadás, ami azért egy tényleg hatalmas kihívás számunkra. Ugye így a lehetőségeink kicsit korlátozottak a városban futó felújítások miatt, ugye a művelődési házat nem tudtuk kihasználni, de a városának hála köszönettel véve azt, hogy lehetőséget biztosított a Tatai Piarista Rendház Kft. Erős közreműködésével, ugye megkaptuk a helyszínt, illetve a Peron tehetségközpontnak a segítségét, amivel egy új környezetben mutathatjuk meg magunknak. És hát ugye ez egy külön kihívás, mert itt még egy ilyen rendezvényt nem rendeztünk, és a megszokott formulákat, tapasztalatokat csak részében tudjuk kamatoztatni, tehát egy teljes új koncepcióval kellett a dolgokat most megcsináljuk, mivel nincsen takarás, nincsen oldalmozgás, így most egy picit láthatóvá fog válni a közönségnek, hogy mi minden is van. Úgyhogy egy kicsit igaz izgatottak vagyunk, hogy ez hogy fog elsülni, de a gyermekek minden maguk tőlük telhetőt megtettek, a pedagógusok felkészítették őket, úgyhogy mi is izgatottan, vizsgadrukkal várjuk azt, hogy ez az előadás végre megnyíljon a közönség előtt, és a gyermekek megmutathassák szüleiknek, nagyszüleiknek azt, hogy mi mindennel is készültek az elmúlt évek folyamán. Nincs vizsgabizottság nélkül. Hogyan kell elképzelni ilyenkor azt a szakmai stábot, akik szemügyre veszik a fiatalok tehetségét? Igen, azt tudni kell, hogy a pedagógiai programval foglaltak szerint, ugye előképzőben, tehát ez azt jelenti, hogy az általános iskola első-második osztályban csoportos nyílt órák vannak, oda mennek a pedagógusok, és az órai teljesítményt nézik, illetve hát ott a nyílt órán mutató dolgokat a szülők szeme láttára osztályozzák. A nyílt órával ellentétben a vizsgálódás, amikor a gyermekek színpadra mennek. Itt természetesen nem csak azt nézzük, hogy most a vizsgálódáson a gyermek hogyan táncol, hogyan énekel, mert nem ezt értékeljük, ez csak egy szempont része. Természetesen az egész éves munkája benne van, ez a munkának a gyümölcse, és a koktél cseresznye a tortán igazából, ami most itt a vizsgálódás, és ennek a nagy kerek egésze, ami a szeptembertől a vizsgálódásig tart, az adja majd ki a gyermeknek az év végén az osztályzatát és az eredményét a bizonyítványával. De szerintem még azt is fontos elmondani, hogy a kenderke esetében, tehát hogy nem várja, hogy a fiatalok szeretnének majd biztos néphagyományt őrizni, azon kívül, hogy gyakran bemutatkoznak, hát konkrétan házhoz is megy a kenderke, gondolok itt akár iskolákra, óvodákra. Hogy veszitek észre most így, hogy a pandémia egy kicsit most már engedett teret újra az ilyen bemutatkozásoknak? Újra tudtátok azt a tömeget megszólítani, akit ti szerettetek volna? Igen, tehát most mutatkozik egyfajta igény a kultúrára, a közösségre. És most valahol ez a kulcsszavunk, hogy a közösségépítés. Mert az emberek életében ezzel az egész pandémia helyzettel bezárkóztak a négy fal közé, és megszűntek azok az emberi társas kapcsolatok, amik eddig jellemzőek voltak. Ezt ott tapasztaltuk meg, hogy ebben a tanévben elindított minden olyan közösségi rendezvényünk, táncházsorozatunk, kézmes foglalkozásunk, gyermekalkalmak,
hatalmas nagy tömegek jöttek, kinőttük az épületünket, ez egy hatalmas nagy dolog, és egy nagyon nagy felelősség számunkra, hogy a következőket már úgy szervezzük meg, hogy mindenkinek jusson szabad hely. Úgyhogy törekszünk arra valóban, hogy az iskolákat, óvodákat úgy megszólítsuk, hogy újra, vagy ismét, vagy egyáltalán becsatlakozóak legyenek hozzánk. Ez nyilván nem könnyű, tehát hogy a fő célunk a tehetséggondozás, és itt erősen úgy néz ki, hogy fejlesztővé is váltunk, holott mi nem fejlesztők, hanem egyszerű pedagógusok, egyszerű néptánc, népzene, klasszikus zene és modern tánc pedagógusok, de magunkban hordozzuk azt, hogy próbálunk minden rétegnek a segítségére lenni. De a fő fókusz és a fő irány az a tehetséggondozás, úgyhogy a célunk az az, hogy abból a sok-sok gyermekből, akikben megvan az a mag, hogy ők nem csak a szüleik akarnak, vagy az iskola akarja, hogy jöjjenek, hanem ő maguk is táncosok és zenész palánták szeretnének lenni, és még többet mutassanak meg magukból, mint egy nyílt óra, vagy egy vizsgálőadás, hanem ők nagy táncosok szeretnének lenni. Őket próbáljuk egy picit kiemelni. Ez valahol az idei évnek egy irányába mutat, hogy erre is nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk, és nem csak mindenkit megszólítani, hanem igenis felépíteni azt a fajta piramist, amiben a nagy-nagy közönség megtalálja magát, itt nyilván a közönség alatt a gyermekeket értem, és szépen ez a piramis ne csúcsosodjon ki, hanem minél inkább végbe menő menjék, amíg kis művész palántákból művész emberek és művész előadók lehetnek. Olyanok, akik nem csak akarják, hanem szeretik is ezt csinálni, és akár az életük részévé is válhat a későbbiekben. Nyilván az iskola rendszernél, ha valami évzáró rendezvény van, érettségi vizsgák után a gyerekek fellélegeznek, vakáció van, pihenés van, strand, nyár, minden. Hát szerintem azért a ilyen népi műhelyeknél ez nem így van, hiszen most indul a szezon, mikor, hol, hogyan találkozhatnak veled. Ezt nagyon jól látod. Valóban sokan azt gondolják, mint a pedagógusoknál, hogy június 1-e van, akkor legközelebb szeptemberben találkozunk, hát nem. És hogy egy általános iskola esetében is, nálunk azért ez a tanév nem ért véget. Ez a tanév lehet, hogy 13-án a tanévzáró istentiszteletünkön a református templomban hétfőn 6 órakor hivatalosan befejeződik, ám de azon a hétvégén 17-18-19-én a 21-dik, 22-dik, most egy picit bajban vagyok, akkor úgy mondom, hogy a 21-dik Tatai Sokadalomban, és hogy legyen vágókép, a 22-dik Tatai Sokadalomban a gyermekeink fellépnek, és aztán mennek táborozni, tehát vége a sokadalomnak, és rá egy napra már kezdődik a táboridőszak, és mennek a fesztiválokra, sőt, még előtte lesz egy pataránk, még lesz egy csóri fesztivál, úgyhogy rengeteg-rengeteg rendezvényünk van, és azt gondolom, hogy augusztus első két hetében már talán felélegezhetünk, de a gyermekek, tehát a pedagógusok és az intézmény vezetésnek már össze kell ülni, és el kell kezdeni tervezni a tanévet. Tehát igazából ez a nyár, ez olyan szinten gyönyörű, hosszú 3 hónapos szerintem, hogy 3 hetet pont fel fogjuk ölelni, de nem baj, tehát a gyermekekért mindent, amikor csak lehet, mi is magunk is megpróbálunk feltöltődni energiákkal. Nyilván nekünk a gyermekek próbálják adni minden egyes ilyen sikerrel és élménnyel, mert az a csillogás és ragyogás, ami a gyermekek szemében ilyenkor van, azt gondolom, ez tölt fel minket. Tehát fizikailag természetesen mi is elfáradunk, de azt gondolom, hogy mentálisan ettől erősödünk. Úgyhogy alig várjuk a vizsgálódást, a Tatai Sokadalmat, a tánc és zenei fesztiválokat, és nyilván azt a néhány hetet, amikor mi és mi is pihenhetünk, úgyhogy várunk mindenkit a rendezvényeinkre nagyon sok szeretettel. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 2-án csütörtök este a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát láthatták. Hírszemlével holnap jelentkezünk ugyanebben az időpontban, a viszontlátásra. We'll be right back.